Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják 2021. augusztus 26-án este 7:30-tól. A Kalocsai Innovációs és Közművöldési Központ Nonprofit Kft. Veszi át a Művöldési Központ és Könyvtár feladatait és dolgozóit. Az ország legtöbb településén már bevált. Paprika Fesztivál helyett háromnapos paprika piknik a halott pénzzel. A kalocsai repülőtér ad helyet a koncertnek. Már összesítik az iskolák a diákok oltási igényeit. Jövő héten kampányszerű oltást szerveznek a 12 év felettiek számára. A közművelődési és könyvtári feladatok átszervezéséről döntött legutóbb a képviselőtestület, mely döntés nem jelent a közművelődési feladatokban bármilyen nemű változást, hiszen ezek létjogosultságát törvény írja elő. Kizárólag a gazdasági formája módosul az intézménynek. A Kalocsai Innovációs Központ egymással összehangolva végzi ezentúl ezen intézmények feladatkiosztását, és ez semmilyen hátránnyal nem jár a dolgozók részére. A 2021. augusztus 25-i maratoni képviselőtestületi ülés harmadik napirendi pontja volt a közművelődési és könyvtári feladatok átszervezése, melyet hosszan vitattak a városvezetők. Kalocsán az elmúlt hetekben, hónapokban téma volt a Művöldési Központ és Könyvtár feladatainak átvételével, és egy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cég keretein belül történő gazdaságosabb és hatékonyabb továbbvitelével kapcsolatban felmerült már minden, viszont nagyobb településeken megfordulva, tájékozódva már kézzelfogható eredmény látható, hogy milyen előnyökkel jár, ha a művöldési és rendezvényszervezői feladatokat egy 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévő, de már áfa visszaigénylésre jogosult társaság látja el, és nem egy hagyományos értelemben vett olyan költségvetési szerv, mint amilyen a testület többségének augusztus 25-i döntése nyomán szeptember 30-ig még a városi televíziót is működtető Kalocsai Művöldési Központ és Könyvtár. A testületi ülésen több képviselő is a napirend tárgyalásakor szakmai gazdasági témájú kérdéseket vetett fel, azokra pedig dr. Filvi Géza polgármester és az érezhetően nagy szakmai rutinnal és tapasztalattal rendelkező Zsikó Zoltán, a KIG igazgatója, valamint dr. Kis Csaba jegyző részéről születtek válaszok. Megvan a lakosságtól a felhatalmazásunk, 19. októberében kalocsaiak az akkori vezetés változására szavaztak, és nagyon megköszönve és hálával, de igen, mi kaptuk meg ezt próbáljuk most kialakítani, és ezt a változást is megejteni, hogy nyilván az itt élőknek minél jobb színvonalú programot és szórakozást, és minél fejlődőbb várost tudjunk kialakítani. A testületi ülés ezen vitatott pontjáról dr. Filvig Géza a közösségi oldalán tett közzé egy rövid összefoglalót, melyben hangsúlyozta, hogy az átszervezés semmilyen hátránnyal nem jár az ott dolgozók számára. A munkatársak ugyanúgy dolgoznak tovább, akik elmentek, azoknak pedig a határozott idejű szerződésük járt le. Október 1-től a Kalocsai Televízió a vagyonhasznosítási és könyvvezető ugyancsak 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társasághoz kerül. Ennek oka, hogy az Innovációs és Közművöldési Nonprofit Kft. Igazgatója Zsikó Zoltán Bátaszéken önkormányzati képviselő, így bár másik megye, törvényi akadálya van, hogy média tartozzon a vezetése alatt álló céghez. A televízió eddig sem az intézményvezető irányította, legalábbis remélem, nem korábbi intézményvezető dr. Magóné Tóth Gyöngyi, hanem annak volt egy szerkesztője, volt egy főszerkesztője, jelenleg is van egy szerkesztője, nem az ügyvezető igazgató, vagyunk kevés ügyvezető igazgatója fogja irányítani, hanem a televízió a korábbi stábbal, akik már 3-4-5 éve ott dolgoznak, azokkal a kollégákkal működik, önálló egység lesz, és nyilvánvaló, hogy itt a hiteles tájékoztatás miatt
nagyon fontos az önkormányzati média, a Kalocsa Televízió. A képviselőtestület egyik lényeges, sokakat érintő napirendje Kalocsa hagyományosan legnagyobb rendezvényének, a Paprika Fesztiválnak a sorsa volt. Az előterjesztők mondhatni az utolsó pillanatig kivártak, hiszen a koronavírus járvány miatti jelenlegi és esetleg még várható korlátozó intézkedések alapvetően meghatározták a Paprika Fesztivál helyett tartandó Paprika Piknikre keresztelt nagy rendezvény helyszínét, annak résztvevőit és programjait is. Jó hír, hogy a grémium tagjai megszavazták a háromnapos védettségi igazolvánnyal látogatható programokat, melynek fő attrakciója a szeptember 11-én szombaton a kalocsai repülőtéren megtartott Halott pénz koncert lesz. A képviselőtestületi ülést követően dr. Filvi Géza és Zsikó Zoltán, az eseményt szervező Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ igazgatója állt a sajtó munkatársai elé, és ismertette a Paprika Piknik változatos és vélhetően nagy érdeklődést kiváltó programjait. Paprika Fesztivált nem is, de a Paprika Fesztivál az egy hasonló rendezvényt, Csíplek Kalocsa Paprika Piknik rendezvényt fogunk tartani. Igen, Csíplek Kalocsa Paprika Piknik, és hogy miért is vágunk ebbe bele. Nyilvánvaló, hogy nagyon jó adottságokkal bír Kalocsa hungarikumok tekintetében, de egy rettentő nehéz helyzet van most ezzel a vírushelyzettel, pandémiás helyzettel, nagyon sok a törvényi korlátozás, és nyilván van egy jó szlogán, amit azért most egyre többet fognak majd tőlem hallani: ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, akkor árulj fagyit. Én nem akarok mindenkit boldoggá tenni, csak a kalocsaiakat, illetve a kalocsai emberek nagy részét. Meghirdettem már, hogy minőségi szórakozást kívánunk biztosítani a kalocsai embereknek, és nyilván Kalocsát úgy felhelyezni az ország térképére, akár turisztikába, fejlesztésbe és gasztronómiába is, ahol a helye van, ahol az értékei adják. Nyilván kettő hungarikumunk is van, ami a korábbi paprika fesztiválokon is középpontban szerepelt, a fűszerpaprika, valamint a népviselet. Ennek most is helyet fogunk adni. Szeptember második hétvégén fogják megtartani az eseményt. Dr. Filvig Géza polgármester úr azt is elmondta, hogy idén főzőverseny nem lesz, viszont a baráti társaságoknak adnak lehetőséget főzni. Szeptember második hétvégén fogjuk megtartani pénteken, mind szakmai fórummal, szombaton, mind szórakoztató és könnyűzenei programmal, illetve főzési lehetőséget fogunk biztosítani a kalocsai baráti társaságoknak és a civil közösségeknek. Főzőversenyt most nem hirdetünk. Ez a hétvége tényleg úgy a kalocsaiakról kell, hogy szóljon, hogy az ő szórakozásukról. Nem hívunk most, nem tiszteletlenségből, nem hívunk most vidéki főzőcsapatokat. Sajnos a vírushelyzet miatt a rendezvény csak is azoknak a személyeknek lesz látogatható, akinek van védettségigazolványuk. A rendezvényünk védettségi kártyával lesz látogatható, tehát aki bevonultva, az jöhet. Ez nyilván mind az egészségügyi biztonságunk miatt, illetve a törvényi szabályozás szerint sem tehetünk másként. A fő fellépője a Csíplek Kalocsa rendezvénynek a Halott pénz lesz. A koncertnek majd a Reptér ad otthont. Tegyük boldoggá a kalocsaiakat, és ahogy már korábban említettem, legyenek nagy fellépők, legyen nagy buli a városba, és szeptember 11-én Halott pénz koncert lesz Kalocsán. Igen, elmondom még egyszer, szeptember 11-én Halott pénz koncert lesz Kalocsán, úgyhogy ezt már régóta várják a kalocsaiak, régóta beszéltünk róla. Nagy helyszín kell neki, nincs a városban jelenleg, a főtéri építkezés miatt nincs olyan biztonságos helyszín, ahol ezt meg tudjuk tenni, kivéve a kalocsai repülőtéren. Oda fogjuk kivinni a rendezvényt, a koncertet, csak a Halott pénz koncertet, egyébként az érsekkert ad helyszínt. Buszos transfer járatokat is fogunk szervezni, illetve autóval tud kimenni mindenki. Ezek után Zsikó Zoltán igazgató úr ismertette a programokat. Azt elmondhatom, hogy
Velünk lesz ezen a hétvégén a Fitos Dezső Társulat, a Duna Művész Együttes, a Vihar Sarok Táncszínház, vagy a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Ezen kívül, ugye, ahogy említettem, Szalonna és Bandája fog velünk, a Gipó Cirkusz, a Jazzentól, illetve a No Limit formációkkal, vagy a Crazy Little Queen Tribute, és a No Limit Együttes is szórakoztatni fog minket majd ezen a hétvégén. Délelőtt elsősorban a gyerekeknek szeretnénk kedveskedni, délután pedig a felnőtteknek. És egy vidámparkot is fel fogunk állítani majd az érsekkertben. Alapvetően az érsekkertben kettő színpadon fognak majd zajlani az események. Már összesítik az iskolák a diákokat érintő oltási igényeket. Így látható lesz, hogy mennyi oltóanyagra van szükség. Jövő héten kampányszerű oltást szerveznek a köznevelési intézményben tanuló 12 év felettiek számára. A nagyasszonyunk katolikus intézménybe nagy számba érkezett vissza oltást kérő igénylőlap. A diákok oltása Magyarországon május óta zajlik, elsőként a 16-18 év közötti korosztály, majd a 12-15 év közötti korosztály számára lett elérhető. A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskola kezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina, és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen. A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul jelenléti oktatásban működjenek. Az oktatási intézmények a napokban elektronikus úton értesítették a szülőket az iskolai oltás lehetőségéről, akiknek legkésőbb augusztus 25-éig, azaz szerdáig kellett visszajelezniük az iskolának, hogy a gyermeke kéri vagy nem kéri az oltást. Az intézmények ez alapján összesítik az oltási igényeket. A nyáron már megkérdeztük a szülőket, hogy ki az, aki igényli ezt az oltást. Miután ez egy kicsit szerencsétlen időben volt a kérdőívek kiküldése, akkor kicsit volt a jelentkezés. Most viszont újra megkerestük őket, és nagyon nagy örömünkre nagyon sokan kérik. Viszonylagosan sokan, 35 fő az, aki kéri a 6. osztálytól felfelé. Én azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek már korábban megkapta az oltást. Azok a szülők, akik felelősen gondolkodnak, már megkeresték ezeket a megoldásokat vagy lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a városi, illetve országos szinthez képest nagyon-nagyon jó az arányunk. Az összesítés után a létszám alapján a tanuló saját iskolájában vagy egy közeli iskolában lesz kijelölve az oltás helyszíne, amelyről a szülők az oltás pontos időpontjával együtt külön értesítést fognak kapni. A jelenlegi helyzet szerint itt az iskolában van orvosi szobánk, felszerelt orvosi szobánk, és az iskola orvos fogja az oltást beadni a gyerekeknek. Az időpont az valószínűleg változik, mert az országos sajtóban úgy jelent meg, hogy 30-án és 31-én, illetve szeptember 2-án, 3-án úgy tűnik, hogy a második, a harmadika lesz a kiválasztott időpont. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásra, ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt. A kalocsai katolikus iskolában és óvodában az aktuális, előírt higiéniai szabályoknak megfelelően készülnek az új tanévre. A pedagógusok nagyon nagy része be van oltva, azt kell mondanom, hogy egy-két tanár van, aki nem vette fel az oltást. Ezek közül van olyan is, aki már átesett a fertőzésen. A jelenlegi álláspont az, hogy a lázmérőzés nem kell, már szeptember 1-től a fertőtlenítésre, a kéztisztításra és minden egyéb higiéniai feltételt igyekszünk betartani. Reméljük, hogy ez egy nyugodtabb év lesz, mint az előző volt. Viszont amelyik gyermek lemaradt az iskolai oltásra való jelentkezésről, az a www.vaccinainfo.gov.hu honlapon regisztrálni tud az oltásra, és a www.eest.gov.hu honlapon időpontot tud foglalni a kórházi oltópontokra. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének délalföldi régiójának 25. régiós bajtársi találkozója és 19. kistérségi bajtársi találkozója alkalmából szerda délelőtt a Sétáló utcában koszorúzást, zászlószalagkötést tartottak. A két kalocsai szervezet kerek évfordulójához érkezett. Augusztus 25-én szerdán megünnepelték a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének délalföldi régiójának 25. régiós bajtársi találkozóját.
5 évenként vagyunk 5 évvel idősebbek, és most érkeztünk el a két kalocsai szervezet kerek évfordulójához, az egyik 50, a másik 20 éves évforduló, és ezt ünnepeljük meg a Beosz-Délalföldi régió bajtársi találkozójának keretében. A Honvédés Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete és a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományozó Köre. 10 órakor kezdődött a tisztelet adás a Sétáló utcában, ahol az egykori alakulatok jelképei találhatóak. Ez a Kalocsa térplasztika, a Kalocsa katonaváros térplasztika, ahol az egykori alakulatok jelképei láthatók, és ez előtt tisztelgünk, hiszen azokból az alakulatokból származnak azok a személyek, akik most már ezeknek a szervezeteknek a tagjai voltak vagy vannak. 2001-ben készült Kis István alkotásáról is megtudtunk pár gondolatot. Tisztikum működött, abban az időben készült Kis István alkotása, helyi művészünk, és akkor találtuk ki, ez még a lépcsőház tetején volt a volt tisztikumnak, és ott emlékezgettünk, nosztalgiáztunk, amikor ránéztünk. 2001-ben készült. Délelőtt a színházban pedig bemutatkozott a DAR, azaz a Délalföldi Régió mint Szövetség. Bemutatókra kerül sor, ahol bemutatkozik a DAR, Délalföldi Régió mint Szövetség, azon belül a két kalocsai szervezet, és bemutatjuk néhány diakockán Kalocsát is. A bemutatók után pedig különböző szintű elismeréseket adtak át. A benti műsor záró műsora a Mezei Virágok Népdalkör produkciója volt. Felkerekedünk és kigurulunk a Dunapartra, a Kék Dunába, és ott fogad minket a Honvéd Művész Együttes vonószenekara egy kis műsorral, és utána pedig egy finom ebéddel zárjuk a találkozót. Az ezredes azt is mondta, hogy nagyon lecsökkent a látogatók száma, mivel sajnos az elmúlt 5 év alatt rengetegen elhunytak. Az már nagyon, hogy is mondjam, lecsökkent az elmúlt 5 évhez képest a mostani, hiszen rengetegen meghaltak, és betegség miatt nem tudnak részt venni, tehát sok szomorúságra utal ez a jelenlegi rendezvény, de mégis arra jó, hogy megmaradtak, még találkoznak egymással, és tudnak nosztalgiázni a régmúltról. A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál egyik helyszíne már tavaly is itt volt Kalocsán. Idén egy héten keresztül előadások, versenyek, koncertek segítségével mutatják be a rendkívül színes és változatos fúvós életet. Ezzel párhuzamosan Harson a kurzuson bővíthették tudásukat a növendékek. Pakson 2016 óta rendeznek nyaranta fúvós koncerteket, abból lett aztán 2018-ban a fesztivál. Idén sokadik alkalommal rendeztük meg a Hungary and Trombone Camp nevű fesztivált, ez magyarosan igazából egy harsonatábort jelent, magyar harsonatábor. Itt vagyunk egész héten, egészen 24-től 29-ig, vasárnap fogjuk elhagyni majd Kalocsát. Most már másodszor vagyunk a városba, mivel a kalocsai vendégszeretet annyira megfogott minket, meg az itteni emberek, hogy úgy döntöttük, hogy mostantól itt rendezzük meg a fesztiválunkat az Alafokú Művészeti Intézményben. Köszönjük a városnak a támogatását is, mert a város is, a politikai vezetés is nagyon befogadó volt. A fesztiválon belül harsonásoknak szerveztek intenzív kurzust a városban. Ebben az évben a koronavírus miatt egy kicsit aggódtunk, hogy lesz-e elég jelentkezőnk, de így is érkezett résztvevünk Tájvánról, aki egyébként Hollandiában tanult, szóval nem Tájvánból repült ide. Tájván, Németország, Svájc és Lengyelország. A többiek Magyarországról jöttek. Ezért a néhány nap alatt próbáljuk a növendékeknek átadni azt a tudási szakmai tapasztalatot, amit mi szereztünk az elmúlt 10-20 év alatt, igazából lehet mondhatni 30-at is az összes tanulmányunk alatt, és próbálunk nekik motivációt adni arra, hogy a következő szemeszterben, amit a középiskolába vagy az egyetemen fognak eltölteni, feltöltődve tudjanak oda menni, és egy nagyon pozitív flow-val tudják elkezdeni a következő szemesztert. Két koncert vár még a közönségre. Pénteken lesz a Szolnoki Légierő zenekarnak a koncertje, és én jó magam, Kis Zoltán és Vér Mátyás fog közreműködni, és egy új darabot fogunk előadni, amit még Magyarországon nem játszottak. Szombaton lesz a Hungary and Trombone Camp, ez a hivatalos neve a tábornak, annak lesz a záró koncertje, és ami nekünk nagyon szíven csücske, a Kalocsai Fúvószenekar is
közre fog működni, és együtt is fogunk játszani valamit. A pénteki koncert 19 órától, a szombati pedig 18 órától kezdődik a Kalocsai Színházban. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!